Radnóti Sándor és Sen Gábor biztosan, hogy én így van-e, ezt nem tudom. Annyit tudok, hogy Vörös Sándor június 22-én született, ami azt jelenti, hogy nem jól választotta meg a mamája az időpontot, mert akkor már vége van a tanévnek, utána vagyunk az ünnepi könyvhétnek, így azután a centenáriumot tanácsos volt egy olyan jeles alkalomra, mint a költészet napja előrehozni. Úgy gondolom, hogy az ilyen események mindig arra szolgálnak, hogy valamilyen tekintetben az utókor figyelmére és nagybecsülésére, épülésére érdemes nagyságot ünnepeljünk. És rögtön belevágva a beszélgetésbe, én azt hirtatnám elsőül, hogy ez a nagyság mennyire legnagyobbság. Radnóti Sándor sok tanulmányt írt Vörös Sándorról, több helyen mondta el a véleményét a vörös életművel kapcsolatban, Sen Gábor könyvet is írt róla. Radnóti Sándor 1985-ben egy Pilinszky Jánossal kapcsolatos eszmefuttatásban leírta akkori véleménye szerint Pilinszky a legnagyobb magyar lírai költő. Majd 3 évvel később Vörös Sándor 75. születésnapjával egybeeső esztendőben egy olyan igen nagy költő köszöntéséül szolgáló tanulmányt vetett papírra, amelyben Pilinszkyt és Vörös Sándort egy bizonyos költészeti anyagközelítés, anyagbirtoklás, anyagkezelés 2 szélső pontján helyezte el, és azt a látszatot keltette Sándor, vagy a szándékod volt, hogy bizonyos értelemben Vörös Sándort is a legnagyobbnak nevezd meg. Hát most 2013. április 11-én 16 óra 10 perckor, 25 évvel később, mint ahogy ezeket az írásokat írtak, ma hogy látod Vörössel kapcsolatosan a legnagyobbság, a nagyság kérdését, mert nekem azt sugalmazódik az írásokból, hogy ha Pilinszky a legnagyobb magyar lírai költő, akkor Vörös Sándor is lehet éppen legnagyobb, csak talán nem lírai, csak talán nem költő minőségében. Ha akarod, használod, mindjárt megmondják a kedves vendégek, hogy... Ez az egy igen nagy költő, ez tulajdonképpen egy fiatalkori vörösversből való idézet, amit mostanában máskor is sokszor szoktam alkalmazni, illetve jut eszembe. Ez úgy szól, ez a kis részlet, két sor, hogy mi lesz most már? Mi lesz, itt valami most jelenzik, mi lesz mostan mondjuk, mi lesz mostan, most már mindegy, prima hátultöltő semmi, pedig én csak most akartam egy igen nagy költő lenni. Ugye így van ez az egy igen nagy költőm, ami pedig a kérdésedet illeti, szokták mondani, hogy az ember fiatal korában a tragédiát, és idősebb korában, vagy idős korában a komédiát szereti. Nem tudom, hogy ez igaz-e, de az biztos, hogy igaz, hogy engem fiatal koromban Pilinszky elragadott, és könyvet írtam róla, és ma egyre távolodik tőlem, és Vörös, aki akkor meglehetősen idegen volt tőlem, az viszont egyre közeledik, egyre tágul, egyre nagyobbnak tartom, és ha van értelme ezeknek, akkor azt gondolom, hogy Vörös bizonyosan a legnagyobb 20. századi magyar költők közé tartozik, és most egy olyan 3-as listában is gondolom. Hát akkor nem illendő, hogy a 3-as listára a másik 2 tagra rákérdezek, mert ez szebb így, hogyha lebeg talán, mert mosztásban van ez a lista. Gábor, te hogy látod a legnagyobb kérdését? Egyébként ugye nem szeretném interpretálni beszélgető társaim szavai, de Sen Gábor több írásából kiderül, hogy a Vörös Sándor életműben a legfogasabb kérdésnek és egyben a legnagyobb horderejű jelenségnek azt tartja, hogy hagyományos módon nem találunk az életmű mélyén egy olyan egységes beszélőt, akihez hagyományosan hozzá tudnánk rendelni az életműnek az egész szólamát, úgy fest, hogy amit mond, meg aki mondja, a lírai alany valahogy egymástól ravasz távolságot tart. Az a legnagyobbság, azért nehéz válaszolni, mert ugye ez egy történeti rendben merül fel. Tehát amikor a magyar költészet hagyománya felől tudunk erre rátekinteni, vagy az európai költészet hagyományai felől tudunk rátekinteni, és azt hiszem, hogy Vörös nagysága többek között abban is mérhető, hogy az, ahogyan a 20. századi magyar költészetről beszéltünk, és erre utaltál az előbb, ahogy erről a 20. századi magyar költészetről gondolkodni szoktunk, onnan nem mérhető be pontosan az ő költői kiterjedése, és az sem, ahogyan a vershez
vershez viszonyul. Tehát ha talán túlzó akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy felfedezett egy nagyon széles kontinensre, vagy lehet, hogy több kontinensre magyar költészet számára, amely kontinenseken még nem biztos, hogy mi jártunk. Tehát azt hiszem, hogy Vörös ilyen szempont, sok tekintetben előttünk van, és a nagysága számomra ezért nem pontosan bemérhető. Mutatja mindezt az is, hogy az életének a vége felé az egész magyar költői hagyományt, itt a 3-6 számára gondolok, az egész magyar költői hagyományt újra gondolta, újra bemutatta, hogy onnan rálássunk arra, amit ő csinál, felfedezve nagyszerű költőket és verseket, akiket és amelyeket lényegében elfelejtettünk. Az a legérdekesebb a szavaiban számomra, Gábor, hogy mondott, hogy Vörös Sándor felfedezett egy kontinenst, ahol mi még nem jártunk. Nekem mindig az a benyomásom, hogy egy olyan kontinenst fedezett fel, ahol ő se járt. Vagyis sugallatok, intuíciók, körülírások, körülhajózások, sejtelmek azok, amik ezt a bizonyos kontinenst a maga elmosodottságában mintegy megmozdítják számunkra. Mi hárman két nemzedéket képviselünk, hiszen Radnóti Sándorral nagyjából egykorúak vagyunk, Gábor meg egy szűk emberöltővel, de fiatalabb nálunk is. Számomra roppant érdekes lenne, ha most mindenkitől megtudakolhatnánk, hogy hogyan találkozott Vörös Sándorral. Készüljetek, mert tőletek meg is fogom. Hadd mondjam el önöknek, hogy én voltak éppen sehogy se találkoztam vele, hiszen óvodában nem jártam, amikor jártam, akkor még nem igen lett volna óvodai olvasmánya Vörös Sándor úgynevezett gyerekköltészete, és nagyon sokáig nem hallottam még a nevét se. Aztán először rosszul kiejtve hallottam, és apám mindig bunyolódott rajta, a modern költészet híveként nehéz lenne őt leírni. Veőreő Sándor, meg Sándor. Nem is tudta, hogy mit csúfol, mert egy hangot nem ismert Vörösből, de valahogy úgy érezte, hogy ez egy csúfolandó ember, már a neve miatt is. Akkor ért engem a budapesti Pianista Gimnáziumban az a sajátos szerencse, hogy a pattársam volt a másfél évvel ezelőtt sajnos elhunyt Kovács Áron, Pilinszky oldalági rokona, közeli rokona, aki azt hiszem, hogy nem Pilinszkynek, hanem inkább a székesfehérvári Kovács művészettörténész házaspárnak, vagy valaki másnak köszönhetően szertett az akkor antik ekloga címet viselő erotikus vörös versnek egy gépiratára. És ezt így ráhelyezte a térdére, a fölhajtható padunk alatt, és négyesével olvastuk. Itt tanárunk Jelenics István úgy tett, mintha nem nézze, hogy mit olvassunk, a nagyvonalúságára jellemző, hogy nem szúrt magának minket. Onnantól kezdve, hogy ilyen lelkes hívévé szegültem Vörös Sándornak, nem idézem most az antik eklogát, de minden esetben ugye egy jelentékeny új kontinenst fedeztem föl magamnak. Sándor, te mondtad, hogy fiatal korodban Pilinszky közelebb vált hozzá, de mégis Vörössel milyen volt az olvasói találkozásod? Őszintén szóval nem tudom megmondani, hogy mikor olvastam először Vöröst. Azt, hogy mikor személyes kapcsolatba álltam vele, mert apósomnak, aki egy olasz professzor volt, jó barátja volt, olyannyira, hogy közösen bele is vágtak az Isteni Színjáték fordításába, újrafordításába Babits után, és négy ének meg is született ebből a közös vállalkozásba. Úgyhogy időnként felkerekedtem, és meglátogattam feleségemmel Vöröst, és mindig tapasztaltam ezt a valóban nagyon furcsa karaktert, amely ilyen angyali provokációnak lehetett nevezni ezt. Például valami sejtelme volt arról, hogy engem a filozófia érdekel, és nagyjából belőtte, hogy akkor bizonyára a német klasszikus filozófia engem rendkívüli mértékben foglalkoztatott, úgyhogy kijelentette, hogy ebből semmi értéket nem lát benned, sem Kantban, sem Schellingben, Hegelben, Fichtében. Ezzel szemben Hamann, az igen, Hamann, aki egyébként Königsbergben egy időben és együtt működött, mármint egy városban működött Kanttal, és egy valóban jelentős, misztikus gondolkodó volt, akinek azonban valóban semmi köze nem volt ehhez a klasszikus filozófiai mozgalomhoz. És majdnem mindig, amikor egyszer amerikai magyarokat vittünk el hozzá, mindig úgy kipuhatolta, hogy mi is lehet az érdeklődése ennek az amerikai magyaroknak, például Nagy László, Juhász Ferenc rendkívüli jelentőséget tulajdonított joggal Nagy László és Juhász Ferenc költészetének,
Vörösnek mi sem kellett, és rendkívül mértékben leértékelte ezeket. És mindenben egy tökéletes ártatlanság volt. Tehát valami ez volt valahogy a személyes kapcsolatban, és volt egy szép emlékem, hogy ugyanis tulajdonképpen feszengtünk mindig Vörösnél, mert magába süppett, kényszeredetten ment előre a beszélgetés, csak ilyenkor, amikor vesztek a provokációk esetén volt igazi érdeklődés benne, utána magába süppett, és amikor hát aztán egy idő múlva úgy éreztük, hogy hát ha nem alakul ki a beszélgetés, ami Károlyi Amival mendegél, de csak lassan, és hát felszedelőzködtünk, akkor hihetetlen izgatott ez, hogy hová mentek, ne vicceljetek, hát milyen jól beszélgetünk. És rákényszerítette az embert, hogy tovább maradjunk. Tehát ez volt a személyes része a dolognak, és ugye volt egy nevezetes esemény, nevezetesen Szilágyi Ákos egy globális támadást intézett a kritika a sábjai Vörös és Vörös költészete ellen. Ma ezt már világosan lehet látni, hogy azóta ugyanis megjelent egy Bloom nevű amerikai irodalom elmélet írónak egy nevezetes kis könyvecskéje, és benne egy nagy elmélet a hatásiszonyról, arról, hogy a költők és általában a szellem emberei nek van egy mechanizmusa, hogy azok, akik legjobban hatnak, azokat igyekeznek egy kicsit eltolni maguktól és elhomályosítani. Valóban van a hatásiszony, és ha a hatásiszonynak eklatens példáját kell adni, akkor ez Szilágyi Ákos és Vörös viszonyára jellemző. Na most akkor ugye egy ilyen támadás természetesen politikai kontextusban is értelmeztek, támadják Vörös, tehát megjelenik a kritikában. 76-ban vagyunk. 76-ban vagyunk, Szilágyi Ákosnak természetesen semmi köze nem volt semmiféle ilyen politikai vonatkozáshoz, ő valóban elmondta a véleményét, és akkor én viszont egy újtó hangú polemikus cikket írtam Vörös védelmében. Ezt tegyük hozzá, és adott tovább Sen Gábornak a szót, hogy Szilágyi Ákos becsületére váljék, hogy ő aztán a hatásiszony iszonyát is magára vette, vagyis eliszonyodott attól, hogy a hatásiszony az hatására, ugye Vörös Sándorral kapcsolatban azt a Süllyed a hajója dolgot írta, és a későbbiekben egyrészt papírra vetett egy nagyszabású vörös ornamentikájával, egyebekkel kapcsolatos tanulmányt, majd, mint ezt még én is szeretném idézni a beszélgetés folyamán, a közelmúltban újra kitűzte maga a vörös költészet átgondolásának a feladatát. Egyébként Vörös Sándornak ezt a provokatív magánemberi énjét egyetlen egyszer az Ötvös Kollégiumban megtapasztaltam, és akkor hadd léptessük be egy kicsit, nem is az ünnepontás szándékával, vele kapcsolatban sokszor fölbukkanó alkohol motívumot. Meghívtuk az Ötvös Kollégiumban, eljött, és ki tudja miért, egyszer csak azt mondta, hogy ő főzeléket szeretne fogyasztani vörösborral, amiből Károlyi Ami igen hevesen rábólított a főzelékre, de megtiltotta a vörösbort. És végül el nem tudom képzelni, az Ötvös Kollégiumban akkor, ahol nem volt kifőzde vagy menza, hogyan tettek szert főzelékre, és azt sem tudom, hogy a főzeléknek a oltalma végül is Vörösnek hogy sikerült ott két üveg bort meginnia, miközben Károlyi Ami folyamatosan ugyancsak vendégként jelen volt, de kijátszotta az éberségét, illetve mi minden eszközzel arra törekedtünk, hogy Károlyi Ami figyelmét elmondjuk az eseményekről. Egyébként Vörös egyáltalán nem rúgott be, vagy ilyesmi, nem történt, csak látszott, hogy mint ahogy Adi kapott egy papírt, hogy szellemi munkára csak alkohol élvezete után alkalmas, ugye a kolozsvári szanatóriumban, hát ebben is Sándor esetében is hasonló dolog. Bocsánat, Gábor, egy kicsit feltartottál. Nekem sajnos semmiféle személyes emlékem nem volt róla, és találkozhatunk volna még éppen, de ez nem történt meg. Úgyhogy az én vörös ismeretségem az azt hiszem, hogy jó ideig úgy alakult, ahogyan a kortársaim általában, mert hogy jártam óvodába, jártam iskolába, természetesen addigra már vörös költészete, a vörös költészetének az a része, amelyet a hagyomány valamilyen nem egészen kifürkészhetetlen, de azért nem teljesen értelmes okból gyerekköltészetnek nyilvánított, amiből aztán a magyar gyerekköltészet rengeteget tanult és nagy gazdagodására szolgált. Tehát ezzel a költői anyaggal természetesen kisgyerekként találkoztam.
És ez azonban azt hiszem nálam sem vörös élményt jelentett, hanem elsősorban nyelvélményt és ritmus élményt. Tehát ebből nem következett volna egyáltalában, hogy ez a vörös Sándor nevű költő különösképpen felkeltse az érdeklődésemet. Hanem aztán később, amikor én is arra gondoltam, hogy a versírást talán én is megpróbálhatom, akkoriban persze nagyon izgatott, hogy miféle költészetek vannak jelenleg a magyar irodalomban. Otthon nem voltak verses kötetek, tehát vörös kötet végképp nem volt. Ez nem igaz, hogy nem voltak, tehát volt aranykötet, volt Petőfi, volt Adi, de azt hiszem, Radnóti, de azt hiszem, hogy ezzel vége is a listának. Úgyhogy antikváriumokban volt, ahol megpróbáltam felvásárolni, ez 13-14 éves korom környékén volt, és akkor úgy nyűgözött le, hogy azt hiszem, semmit nem értettem belőle. Tehát nyűgözött mondjuk a Le Journal, amikor tényleg egy munkat nem értettem, csak azt éreztem, hogy itt most történik valami ebben a szövegben, de semmit nem értettem belőle. És azt hiszem, hogy ez az érzés, hogy érzem a nagyságát, de nem értem, hogy mit csinál ez az ember, ez szerintem sokáig elkísért. És éppen ezért foglalkoztatott, hogy ennek amennyire tudok, egy-egy részletének a megpróbáljuk a közelébe kerülni, de ez már később történt, tehát ez már tudom, 20 évesen. Gábor, beszéltünk arról a műsor előtt, hogy esetleg olvasnál, illetve olvasnánk föl verset is, hogy ne csak a mi bölcselkedésünk hangozzék. Amíg Sándortól egy kérdést megválaszolásra, Sándornak egy kérdést megfogalmazok, esetleg keresünk. Na, a kérdés pedig úgy hangzik, hogy nekünk itt most úgy kellene ünnepelnünk, ahogy Vörös Sándor felszólított minket, ugye az összegyűjtött verset, illetve írások előszavában mondja, hogy bátran lépjünk túl a bearanyozott hülyén a harmadik évezredbe, ő rajta, aki majd mostanra, ugye megjósolta ezt 73-ban, az első kiadáshoz írta ezt a szöveget, 40 évvel ezelőtt, bátran lépjünk túl a bearanyozott hülyén. A szóhasználat is jellemző, Vörös egyébként néha nagyon durván tudott szavakat használni, amikor az emberi arcot simán pofának nevezi egy versében, és egyes szám második megszólító módon, meg máskor is furcsa agresszió a verseiben, amit mondtál, az a személyes megfoghatatlanság, az talán egy megfoghatóbb és érzékenyebben, provokatív módon a szövegekben föltűnt. Mit kéne nekünk tennünk, hogy igazodjunk Vörösnek, a bátran lépjünk túl rajta? Hát utolérni nem tudjuk, hogy lépjünk túl rajta. Jó, tegyük azért azt is hozzá, hogy az út mondott az utókorral mást is nevezetes, hogy ez egyáltalán nem érdekli az utókor. Nem érdekli az utókor véleménye, mert az utókor egy pelenkás kisgyerek, és örüljön, ha ő kitörli a fenekét ennek az utókornak, ugye? Igen, ezt ugyanott mondja. Igen, ugyanott. Nem hiszem, hogy le kellene valami piedesztelről dönteni, ugyanis nem következett be a hülye bearanyozása, és nem vált egy üres hülyévé. De amit Gábor mondott, ahhoz is hozzátennék valamit, hogy talán elég adekvát volt ez a te ifjúkori befogadásmód. Ugyanis nekem az örök tapasztalatom a vörös versekkel, hogy nem kell egy rejtét keresni benne, nem kell a mélységet keresni benne, hanem van valami evidencia elem benne. Ugye ez a fantasztikus formaművészet a rímnek és a ritmusnak, ez a tulajdonképpen már az ő korában is szokatlan, inkább a nyugatos első generációs vagy második generációs nyugatos kultúrára jellemző ritmusvarázs és rímvarázs nála hihetetlenül természetes, ugye? Evidenciaként működik, ez az egyik legnagyobb költői, nem titka, mert szerintem nincs költői titka. Ha mélységet keresünk benne, akkor tulajdonképpen lappáliákhoz jutunk, és banalitásokhoz, nevezetesen ahhoz a keleti mitosz kincshez, amit soha nem tudtam komolyan venni a vörös életműve, miközben
természetesen ennek az elemeit is élveztem, de tulajdonképpen egy könnyű költő, azt mondanám, legalábbis nekem mindig is ez volt. Sőt, tehát ugye ezt azzal is gondolod, meg kell én meg önöknek mondjam, tisztelt közönségnek, hogy amióta újraolvastam Sándornak a alapvető egy igen nagy költőről szóló tanulmányát, ugye abban szerepel egy olyan mondatot, hogy Vörösnek képessége volt szinte minden versét és minden versének az úgynevezett tárgyát dalszerűvé formát. Azóta az az érzésem van, mintha minden Vörös vers dal lenne. Tehát az is, ami hexameterben van írva, az, de természetesen nem az, de valahol talán ugyanarra tapintok rá, amit hát te indukálsz bennem, hogy ebben a dalszerűségben inkább maga a nyelv, a nyelvnek a malma az, ami minket is körbe forgat, de ezzel nem érhetjük az érdeket. Bocsánat, még egy mondat, hogy van ugye ez a néhány sora, ami valahányszor rágondolok, valahányszor kimondom, a velő míg megráz, ez úgy szól, hogy Maderka sír, Maderka örül, piros gerendái közül kinéz a hatalmas. Most mit kell itt elgondolnunk, hogy ki ez a hatalmas, hogy a természet, vagy az Isten, vagy nem kell, ez valahogy evidenciája van. De ahol te erre válaszolsz, ott a válaszait közé az Isten be se írtad. Be se írtad. Vagy úgy összintén, ha a természettel kezdted, ugye, és még három, még két válaszolva, elég csodálatos módon, én gondolom, ami Isten vagy Isten pótlékot én oda beírtam volna, de hát nem a te szöveged, termékeny szövegedről szeretnék most jutatni. Gábor, mire jutottál? Ahhoz kapcsolódva, amiről beszélgettetek, választottam a Fugetta című verset, amely éppen úgy folyik, ahogyan Sándor ezt erről beszélt. És előtte azonban hozzátenném azt, hogy ez a vers egyszerű, négy sornak az egyszerű variációjára épül, tehát igazán nincs más megérteni való látszólag a dologban, mint maga a variáció, tehát az, ami a felületen van. Én mégis úgy érzem, hogy itt van, az a játék, az az értelem, amiről itt szó van, az számomra azonos tulajdonképpen a természetnek, vagy teremtésnek, mindegy, az értelmen túli értelmével, tehát hogy egyszerűen variációkban tenyészik egy vers, ahogyan variációkban keletkezik a maga létezés, maga az élet, amiben csak mi próbálunk értelmet vinni, ami egy túlontúl emberi értelem, valójában nincsen benne ilyen értelem, és ezt költészetben megteremteni, az számomra óriási dolog, és valóban, és számomra ez a zeneiségnek az értelme. Tehát túl minden ritmuson, túl minden dínen, azt hiszem, hogy ez az emberen túli értelem, ez leginkább a zenében nyílik meg. Így hangzik ez a vers, tehát Fugetta a címe. Egy gerenda legurul, piros csörgők tündökölnek, kék tojások énekelnek, tarka csigaszarvak rengnek. Piros csörgők összetörnek, egy gerenda legurul, kék tojások énekelnek, tarka csigaszarvak rengnek. Piros csörgők összetörnek, kék tojások szétfrecsennek, egy gerenda legurul, tarka csigaszarvak rengnek. Piros csörgők összetörnek, kék tojások szétfrecsennek, tarka csigaszarvak tűnnek, egy gerenda legurul. Köszönjük szépen. Sándor, ha neked is van kedved esetleg választani felolvasása egy verset, akkor amit most a Gábor... Összeember, ne olvasson. Nem vagy te összeember, de ha nem, akkor nem erőszakolhatjuk. A kötet, amiből Gábor olvasott, ugye ez a 111 vers, Vörös Sándor maga válogatta, és 11x10, hogy jól mondom, ugye 11x10 versből álló konstrukció azért jött létre, ugyebár, mert Vörös egy kicsit maga is ráunt az egybegyűjtött írások, tehát gyakorlatilag a vers életmű, és még azon kívül egy-két szöveg, nem is terjedelem nélküli szöveg, többszöri kiadására. És akkor gondolta, hogy egy ilyen karcsú kötetet csinál. Most ennek a kötetnek az egyik érdekessége az, hogy egyetlen árva vers nincs benne a pszichéből. Vajon hogy lehet, hogy miközben a pszichét mind a ketten a magatok módján jelentékeny,
bár mind a ketten, ha jól vettem ki, elsősorban etikus természetű vállalkozásnak, egészében egy regényes vállalkozásnak fogjátok, hogy lehet, hogy Vörös, aki azért igencsak büszke volt a psziché figura megalkotására és a hozzá kapcsolt verseknek a felsorakozása, egyetlen egy verset ide nem vett. De van erről, mint monográfusnak véleményem? Hát tudok róla mondani valamit, de nem hiszem, hogy ezzel valódi okot tudok rá. Talán az egyik az, hogy talán komolyan vette azt, hogy a psziché versei nem az ő versei, hanem az alkotott figurának, tehát pszichének magának a versei. Ez az egyik, a másik pedig talán az, hogy kivehetőek persze a pszichéből külön-külön. Ha abból választanánk a versek közül a Vörös klasszikusok közé költeményeket, ha azonban Vörös Sándor életművéből három kötetet ki kell emelni, azt nem lehet a psziché nélkül megtenni. Nem tudom, ezzel így nem tudok hozzászólni, de az, hogy a psziché egy hatalmas dolog volt a magyar irodalomban, és hogy ez meg is maradt annak, az kétségtelen számomra egy elképesztő ügy ez, hogy valaki elkezd egy stílusjátékot. Ugyanis erről még nem beszéltünk, hogy Vörös tulajdonképpen egy fantasztikus előadó művész is volt, értve ez alatt azt, hogy a legkülönbözőbb hangokon tudott megszólalni. Ugye az egyik szimfóniájában nem egy, hanem, ha jól emlékszem, három aranyhangot, Arany János hangot szólaltat meg, egyik tökéletesebb, mint a másik. És lényegében azon a magyar költészeti tradíción, amin valóban túllépett, annak minden regiszterét meg tudta szólaltatni, és meg is szólaltatta ennek nagy részét. És ezen kívül ugye olyan bravúrokra volt képes, mint Dzsada Éva fordítására, Szegfű virág lehelet zuha, tagos öröm illatú délövi szélben, és így tovább. Tehát itt van egy valami, amit ugye Nietzsche nagyon, nagyon lebecsült, és amikor meggyűlölte Wagnert, akkor ezzel becsmérelte Wagnert, a színész. Itt van egy előadó művészi képesség ebben a nagyköltői képességben, és az, hogy ennyire bele tudott helyezkedni egy minden tekintetben tőle tökéletesen független és nagy részben ellentétes figurába. Férfi, nő, szenvedélymentes, iszonyatos szenvedélyek dúlnak pszichében. És ezt tovább lehetne hosszan folytatni. Tehát először is létrehoz egy irodalomtörténeti tény. Tulajdonképpen valakit, aki lehetett volna a 19. század első felében, aki tökéletesen független a nyelvújítás hatalmas és nagyszerű és bámulatos vállalkozásától, amely azonban kétségkívül tönkretett költői életműveket. Kazinczy költői életműve például igen alaposan megsínlette az ő egyébként bámulatos nyelvújító törekvéseit. Ugye ott van valami uniformizálásra való törekvés, és hogy ne lenne természetesen, ha új szavakat akarunk teremteni, új duktust, vitatkozunk azon, hogy a dunántúli nyelv legyen a magyar irodalmi nyelv, vagy a tiszántúli nyelv legyen a magyar irodalmi nyelv, és ebben a közegben kitalál egy zsenit, aki lehetett volna, tehát ott van a helye, lehetséges ez, aki tökéletesen független ettől az egész nagy reformista irodalmi programtól, és tökéletesen érvényes a vállalkozása. És mindezt összefüggésbe hozza ugye a soha neked mondatba, amiben név van, mondta Eszterházy Péter, hogy hívják a költőt, aki Ungvárdi László, valahogy aki ugye egy titkos ásza ebben a bizonyos három belép hat szembelben az alternatív magyar irodalmi tradíciónak, aminek kétségkívül Vörös az egyik hatalmas úttörője ezzel az asztalógiával. Ennek a psziché ügynek egyébként ugye a psziché az életmű sorozat most tudom kiadásában megvásárolható, nem az eredeti
72-es szöveg, hanem a Vörös által később elég jelentékenyen, és véleményem szerint nem a legjobb kézzel, nem a legszerencsésebb kézzel kiegészített szöveg található ebben a mostani kiadásban is. A pszichének az érdekessége, hogy miközben Vörös Sándor ilyen frenetikus módon képes a saját énjének a női miét, hát szóval valamiét, összetevőjét átvetíteni egy fiktív és mégis valóságosként fölfogható személyiségbe, költőbe, akit, mint Gábor mondja, annyira élőnek fogott föl, hogy nem is volt hajlandó esetleg visszatulajdonítani a verseit. Eközben Vörös az különféle a psziché versekhez és a psziché történethez fűzött ilyen-olyan kommentárokban, például 1871-nél azt írja, hogy Budapesten. Hát ő tudta a legjobb, hogy akkor még nem volt Budapest. Vagy azt írja, psziché 30, ha jól emlékszem, ezt írja, hogy 36. évében halt meg. De nem igaz, mert januárban született, ebből fakadólag nem tudott meghalni, amikor meghalt, márciusban halt meg, ugye 25-én, tehát már benne volt a következő éve. Annyi hiba van a pszichébe, ami nem jellemző Vörösen, mert ő azért eléggé ugye egy precíz ember. Na de ezeket a hibákat, mint vagy akart, vagy nem akart, csak becsúszó és ilyen módon számunkra színes mozzanatokat nem akarnám túlhangsúlyozni, hanem megjelent Gábor és Sándor között egy olyan akaratlan vita, amely vitában én Sándorhoz állnék közelebb, bár is mondom, hogy miről van szó, viszont Gábortól várok kiegészítést. Nevezetesen te kifejezetten a színész és a teátrum jelleg, a teátrumot nem mondtad, de a színész, aki egy szenírozott valóságban. Te a zenét mondtad, a muzsikus, aki egy hangvalóságban él. Na most gondolom, hogy a zene szót nem a szó hagyományos muzika értelmében vetted, hiszen nincs tudomásunk arról, hogy Vörös Sándor például valami nagyon nagy zeneértő lett volna, és így tovább. Tehát itt a zene valami többet jelent. Én egyébként ezt mondtam, hogy Sándorhoz állok közelebb, inkább hajlok arra, hogy a Vörösféle költészet az egy világszínház, és nem egy világ hangversenyterem. Nem hiszem, hogy ez a vita ez nagyon éles vita. A zenét itt struktúraként értem, szerkezetként értem, ami alkalmas arra, hogy a verset ne a maga jelentésességében közelítse meg, és ne az én felől közelítse meg, hanem egy élen túli szerkezet megalkotásával. Ezen belül természetesen ezt a fajta, ugye a színészről szokták azt gondolni, én nem tudom, mert nem ismerek hozzá elég színészt, szokták azt gondolni, hogy a színész azért tud annyiféle szerepet eljátszani, mert tulajdonképpen nincs határozott személyisége. Vörössel kapcsolatban éppen Szilágyi Ákos a Nem vagyok kritikus szín kötetében, ezután a 76-os rövid írás után 4 évvel, azt hiszem 80-an járt meg. Ez a könyv ugye bőségesen éppen erről beszél, ezt ornamentikus személyiségnek nevezte. Akkor éppen hiányolva ennek a személyiségnek a magvát, az eszenciáját. Én ezt éppen azt gondolom, hogy amiről a Szilágyi Ákos beszél, az tényleg van, csak én ezt nem hiányolom. Az tényleg nincs. Hát úgy van, hogy nincs, és azt hiszem, hogy ez valami egészen nagyszerű dolognak a lehetőségét teremti meg ebben a költészetben. Még egy picit hadd kapcsolódjam vissza viszont a pszichéhez egy mondat erejéig, és az anakronizmusok miatt is. Tehát... Egyébként tegnap volt, nem tévedek, psziché nap, a névnap, psziché névnap. Tehát, hogy valóban egy olyan figurát alkotott, és egy olyan költészetet alkotott, amelyiknek meg lett volna a helye a magyar költészetben, de ha ez a figura ez a költészet valóságosan a maga idejében megszületett volna, akkor a magyar irodalom és a magyar kultúra teljesen más pályán mozgott volna. Mire gondolok? Az egyik az, hogy ő erre a korszakra jól láthatóan Hölderlin felől néz rá. Hölderlin költészetét viszont nem csak Magyarországon nem ismerte senki a 19. század közepén, hanem Németországban sem nagyon. Nem is tehették, hiszen 1914-ben jelent meg az első gyűjteményes Hölderlin kötet.
ez viszont már közelebbi élménye Vörösnek, ugye Stefan George körében jelenik meg ez a kötet. És itt jön Ungvár Németi, és ugye Ungvár Németi az a költőnk, aki a pindaroszi ódákat úgy fordítja le, hogy megérti a pindaroszi költészet görög ritmik metrikájának rendszerét, ami tökéletesen eltér más antik görög szerzőknek a metrikájától, és akit egyébként Hölderlin fordított németre, és a hölderlini költészet alakulásában a pindaroszi hatásnak nagyon nagy szerepe volt. Most itt volt Magyarországon ez az Ungvár Németi, akiről ha Vörös nem jön, akkor azt hiszem mindannyian elfeledkezünk, aki ezt a nem Horáciuson keresztül átszűrt görög költészetet értette. És azért hangsúlyozom, hogy Horácius, mert az egész magyar klasszika, ugye Berzsenyék, akit ő szintén nagyon szeretett, és aztán ennek van későbbi hatás, ami Kosztolányira, Füstmilárra és a többi, hát ők Horáciuson keresztül értették az antikvitást. És itt van egy ilyen preszokratikus hagyomány, ami Pindaroszon keresztül bejön, és ez hozzá köti az egész magyar kultúrát, vagy olyan történés ez a 20. század első felében, mivel a Szigetkör persze megért valamit, ami Heideggerhez kötődik, Georgihez kötődik, stb. Tehát ezzel azt is akarom mondani, hogy egyrészt két dolgot akarok mondani, hogy meg lehet, tehát psziché megszülethetett volna a magyar kultúrában, de nem születhetett volna meg, és hogy Vörös ebb tekintetben meg borzasztóan éles figyelmű filoszként is, hogy tegyem hozzá, a saját korszakának nagy eseményéből értette teljesen újra a 19. századi magyar költészetet, és ha igaz az, hogy a költészet az mindig történeti rendekben, a hagyomány újraértésén keresztül történik, akkor ez maga óriási dolog, és valóban egy kontinensnek a felfedezését jelenti számomra. Hát igen, még ehhez hozzá, hogy ugye a psziché regényé váló történetében, a versekből és visszaemlékezésekből itt valóban egy katekszohém regény válik, abban eljuttatja pszichét Hölderlinhez, találkozik vele, mint ahogy Goethével is találkozik, azzal a Goethével, aki szintén találkozott Hölderlinnel, de még a nevét se tudta megjegyezni, mert van egy Schillerhez írott level, hogy itt járt nálam Hölderlein, és hát nagy benyomást nem tett Goethére. Lator László meg egy emlékezésében leírja, ő egyébként eufórikusan viszonyul Vöröshöz, a legnagyobbjának tartja, és elmondja, hogy amikor Vörösnél járt, akkor egyszer észrevett, hogy a szekély tetején Goethe díszkiadás sorakozik, és hogy Vörös milyen örömmel mutogatja, hogy ez a nevezetes kiadás neki megvan. Latornak meg az forog a fejében, hogy az Európa kiadóban 3 nappal korábban Vörös Sándor elmondta neki hosszan, hogy ez a Goethe ez semmit nem ér, és ez a rémületes alak, aki elgáncsolta Hölderlin, és hogy egy ilyen Pityaner költő. Tehát, hogy mondjam, Vörös mind a kettőt hitelesen adta el. Egyébként ezt meg kellene egyszer írni a magyar Goethe, a költői Goethe utálat történetét, ugye kezdődik Petőfivel. Folytatódik szerintem Adival, ugye mit bánom én, hogy Goethe hogy csinálja, és ugye a hogy tempóz arancs Petőfi, hogy istenül, és utána a következő sorban nekem beszédes költőpéldák némákhoz szerintem a Goethére vonatkozik. Nagyon valószínű, hogy így van, most ha költőpéldák, költőpárhuzamok kerültek elő, akkor szeretném nagyon nyomatékossá tenni, hogy a költészet napján egy centenáris poétának az ünneplése semmiképpen nem ok arra, hogy egy nála 11 évvel idősebb másik költőt valamiért is kipellengérezzünk, de szeretném felolvasni azt a verset, amelyet Szilágyi Ákos 2007-ben a Parnasszus Vörös Sándort elevenítő számában Vörös egyik leveléből előbányászott, tehát ez a vers akkor nem volt még a Vörös életműnek a része, tudtom már még most sem, mert a negyedik kötetbe fog majd a kallódó versek közé bekerülni. A dolog lényege az, hogy Vörös Sándor 1938-ban kifundálta, hogy Íj és Gyulának címzett költeményét egy levélben elküldi Sárközi Györgyhöz, és megkéri, hogy mutasd meg már Gyulának, hogy nem haragszik-e ezért a versért, mert ha nem haragszik, akkor én betenném a 40-es kötetembe, és még előtte is valahol publikálnak. Na most Sárközi György képtelen helyzetbe került, mint fogják hallani.
Hát nem volt olyan volt ínyére megmutatni Jéhesnek ezt a verset, másrészt folyamatosan igyekezett lebeszélni Vörös Sándort a közlésről. Egyébként végül is sikerrel, mert nem került be a vers oda, ahova eredetileg Vörös szánta. A dolog lényege, Vörös furfangos egy kicsit a mentegetőzés, de valóban az a mi, az a lényege ami, hogy nem akarja megbántani Jéhest, hanem megjósol valamit, és ebben a jóslatban a mi jövő időnket szinte előrevetítve ugyancsak, ebben a jóslatban elmond magáról, az ő világhoz, utókorhoz való viszonyáról is néhány dolgot. Tehát így hangzik a vers Jéhes Gyulának címmel. Hazánkban szobrod lesz majd, Giulio. Táncmozdulattal és dicső pofával állsz majd, s dacolva büszkén szembenézel az eljövendő hitványabb korokkal, s a szemköztálló kis hatszögletű kőházzal, mely mint Helgoland magányos, s a szép mészsejthez is hasonlatos. Márványkezed az urak föliratra mutat fennkölten és határozottan, holott az urakat sosem szeretted. Lesz ünnepé is a szobrod előtt, hogy ne unatkozz, kedves Julius. Lesz zászló, kordon, rendőr, tarkaság, kalaplevétel, odakényszerített diáksereg és díszkatonaság, zene, szavalat, majd beszédbe kezd egy méltóságos, sőt, tám félkegyelmes, ki elhízottan vérzik a honért, buzgón fáradva a szép ősi erkölcs karbantartásán, amit gyülevész kiéhezett rongynépség fenyeget, a nagytokájú és nagyszívű szónok rád emlékezni nagyméltóztatik, megemlegeti ott a haladás fáklyáját és a nem múló dicsőség pálmáját, meg a küzdés mezejét, s intő például téged emleget, így lesz, ó, Zsűr, és addigra nekem béke lebeg már fogporaimon, fönn üldögélek egy szép krépdösín vagy kreddösín, felhőn a többi bájos angyalokkal, s onnan nézem majd az ünnepét elismerőn. Bölcsen bólogat. Ja, az, hogy Vörös itten Jéhest három különböző Gyula névalakkal szólaltatja meg, vagyis elveszi tőle a szuverén Gyulát, és Juliusnak, Zsűlnek és Giuliónak nevezi meg, eleve szétmossa, a különben számára nem ellenszembes, és valóban azt gondolom, hogy hihetünk neki, hogy már akkor is becsülte Jéhest, legfeljebb nem becsülte azt a szerepet, ami úgy gondolta egyrészt, hogy hozzátapad Jéheshez, másrészt rettentően irtózott ahhoz a szerephez, ami az ünneplés mindenkori, hogy mondjam, csak hivatalos természetéhez hozzászokott kapcsolódni, és ugye hát ez azért egy nagyon érdekes, profánál majdnem villoni indítás, hogy a WC-re fog mutatni, ugye a kezel és a pofaszó itt is, én nem erre a versre céloztam, egy másikra gondoltam egyébként, ahol arc helyett a popaszó jelenik meg. De hadd tegyek ezt hozzá, hogy nem profétikus ez a vers abban az értelemben, ugye nem következett be. Ugye mai és a feledésnek van kitéve, azok, akik valaha a legfőbb híveinek mutatkoztak egyáltalán, nem őt emelik a zászlójukra, miközben érdemtelen, mert Jéhes nagyon nagy volt. Nagyon nagy költő volt, nagyon nagy író volt. Az a regény, amit most a Holmi folytatásban közöl először, mert ugye befejezetlen maradt, 50-es években írta, hihetetlenül érdekes regény. Én azért is örülök egyébként, hogy Jéhesnek a neve elhangzik, mert egyrészt az Jéhes archívum bezárásának a ténye mutat egy hivatalos viszonyt, illetve egy összetett kérdés. Másfelől ennek a regénynek az újraközlése, mint egy első közlése, végre közlése megpendíti a filológiát. Harmadjára ugye előkerültek Jéhes álkínai műfordításai, ami szintén az Jéhes kérdésnek egy vetülete, és rokon a Vörös üggyel, mert hiszen Vörös Sándor is fordítás címén hamisított elég sok kínai verset, erre te is céloztál, hogy nem tudtad nagyon komolyan menni. Egy szóval én azt gondolom, hogy az Jéhes problémának egy pillanatra való fölbukkanása az itten nem zavaró, viszont Sándorral ellentétben úgy gondolom, hogy ha ma nem is ünneplik, vagy nem is áll úgy talapzatán Jéhesnek a szobra, mint ahogy ez a vers megjósolja, volt idő, amikor még életében azért állt ez a szobor hasonlóképpen. Előttem úgy jelennek meg, akár például az Jéhes szavaló verseny, amelynek a zsűriében ott ültem, és még egy pár dolog, hogy Jéhesnek volt egy ilyenfajta piedesztára emelése,
és hát az egy elég sajtópolémiát is megért, amikor egyszer az íjési költészet és magatartás dicsérete mellett valaki ugye szóvá tette, és van nekünk egy Váci Mihályunk is, arról sem feledkezzünk meg. Ugye ma ezekkel a diákjaink elé nem is lehetne kiállni, olyan irodalom-fogalom változásokkal kell szemben. De azért az a Vörösvas legalább annyira szól arról, amit ő jól ismerhetett, a kultuszokról, a Petőfi kultuszról, a Kazinczy kultuszról, arról, amit Margócsi írt meg különböző tanulmányaiban a 19. század második felének emlékbeszéd kultúrájáról, és így tovább. És amit hát azért Dávid Házi is megírt egy más lágyabb közelítésben. Hát meg erről a hagyományrendszerről, tehát azt, hogy Vörösnek bármikor ilyesfajta kultusza legyen, hogy egy délceg Vörösszámból szokdarabok, de ha kivesszük, akkor is azok mindazok számára, akik ismerik, olvasták a pszichét, asszociálják az egész művet. Ezért egy ilyen karcsú kötetben valószínűleg ezek a versek rántván magukkal a kontextusukat, talán nagyon nyomták volna, vagy túl nagy nehézkedést jelentettek volna a többi versen szemben. Másokat igazából nem tudok, mert vannak a pszichében önállóan megálló remek művek is. Sándor, mi a véleményed? Nem a monográfiájának a megírásakor, hanem később is nyomatékosan Tamás Attila, aki jó szakember a Vörös Sándor életműnek, azt mondja, hogy az 1972-ben megjelent pszichét alig ha lehet a Vörös életmű legfontosabb darabjának tekinteni, és alig ha rájön bárhol ezt akartam megszólítani, hogy Radnóti Sándor, nem tudom kinek, de nagyon jó érzékel egy Vörösnek bizonyára tetsző játék. Unokámnak vettem. Tehát az nagyon érdekes, hogy van itt egy nagy költő, aki teljesen alkalmatlan a kultuszképzésre, miközben a magyar kultúra kultuszokban dölti a nagyköltőinek az emlékét. Tehát ez Vörös szempontjából is szerintem nagyon érdekes, és ami ilyes kapcsán pedig csak annyit tennék hozzá, hogy bár ilyesnek vele kultuszhat, és nem azoknak, akiknek helyette. Vasgrófnak például. Meg kell mondanom, hogy ez a kultuszképzés probléma messzebb vezet talán, mint amennyire most itt jelezzük, hiszen Vörös maga roppant erős hajlandóságot mutatott a kultuszképzésre. Mennyi ünneplő verse van? Kortársa 64 és fél éves, már írt is egy ünneplő verset 64 és fél éves. Kortársa annyira ismeretlen költő, ne bántsuk meg, de mondjuk, mint Káldi János, akkor Vörös Sándor elemeli a Káldi János szöveget, szétaprózza, összeragasztja, és úgy tesz, mintha ebből az alapanyagból olyan nagyon érdekes lett volna, és hasznos lett volna. Egyébként az új verse jó, azt hiszem az a vers, amiről itt most szó van. De mondhatnék egy csomó mást. Ebben a kötetben egy külön ciklus van Egri Józsefnek, ki tudja kinek, és így tovább is. Nem egy nagy semmi, lent egy nagy semmi. Ugye így kezdődik az Egri Józs. Na igen, de azért azt a verse talán nem lenne, akkor Gábor talán jól benne vagy a verse. Mert hogy Sándor félrevetett most minket, ez a semmi azért semmi, mint amilyen most itt írom, mint az ide véget. Engedjék meg, én egyébként attól már csak már itt a reklám helye, de nem, azért nem tudom visszafolytani, mert barátaim olyan versekre hivatkoznak, Gábor olyat olvasott föl, ami este is el fog hangozni. Az Óbudai Társaskörben ma ugyancsak lesz egy Vörös Sándor emlékező költészetnapi műsor. Részem van benne, tehát nem szép dolog, hogy szólok róla, de ott például az Egri József vers nélkül el sem tudtam volna képzelni az összeállításnak a semmi fogalmát. Tehát ez a vers az így hangzik, Egri József a címe. Fönn egy nagy semmi, lenn egy nagy semmi, köztük a kusza eleven semmi. A vájtékből zuhatakban, pirossága szilánk pattan, a táj tarka teknőjében dől a sugár szakadatlan. Tűzben elsüllyed a tó, szikráz a domkaptató, vonul a nádas izgatottan, csónak fekszik, az űrrel szemben, messzességet teremt a madár, kékeget feszítve szét, fénybe mossa termetét, aztán elolvad az ember. Többenet. Egyrészt akkora rímek vannak benne, hogy nem tudunk szabadulni tőle, másrészt a végén sincs rím, pedig úgy fest, mintha lenne, egy picit azért akarom, akkor van is, és a két semmi között egy ilyen diadalmas és dübörgő, mozgékony, magmaszerű semmi, ez a tűz-víz ellentét, tehát elemeket dobál össze-vissza a semmi érdekében. A semmit az ember, legalábbis én azt gondolom, hogy talán csöndesen, talán anyagtalanul, talán mozgás hiány kellene kifejezni, és semmi sem mozog, és minden mozog. És szerintem ez a
lényege az ő a világról való elgondolása. És közben bebújik az Egri József festészetének a krémszínű narancssárgái meg kékjei mögé. Nem is ő mondja? De az omázsversek, emlékversek nem segítenek kultuszhoz, éppen hogy antikultikusak. Kormos Pista is ma már fél száz éves vén csatár. Az egész vers arra van felépítve, hogy a kézenfekvő rím az volna a mamára, hogy szamára. Hát ő nem ezt választja. És ahogy megy tovább, mindig ez a játék ebben a versben. Vagy vegyük a Bibó emlékkönyvet, ez egy nagy ügye volt a magyar ellenzéknek, az a magyar demokratikus ellenzéknek. Vörös Sándor is részt vett benne, egy disztihonnal vett részt, amelyet az első soret nem tudom egészen pontosan idézni, de az, hogy Boriska elhunyt rettenetes betegségben, és utána következett, hogy pontosan tudok idézni, 3 hét múlva Pista követte nejét. Pont. És ezt adta a Bibó emlékkönyvbe, és közölték le. Igen, ebben a nejét szó, ugye a nej viszonylag szokatlansága, és már ironikus is jelentés játszásai miatt is úgy tűnik, hogy nem méltót adott, vagy nem azt adott, amit igazából tőle talán oda. Hát mindig benne volt ez a, hogy a váratlan, ugye? Hát ez egy izgatott ügy volt, ahol mindenki érezte a jelentőségét, ugye ez eredetileg a Bibó 80. születésnapjára készült emlékkönyv, amelyet hát ugye nem lehetett hivatalosan kiadni, de a szamizdatban adták ki, de nem élte meg Bibó, tehát posztumusz jelent meg, valóban emlékkönyv. A magyarnak nincsen a ünnepkönyvre, festschriftre nincsen szava, de itt valóban emlékkönyvével. Hát nem ezt várta senki sem. Roppant nehéz eldönteni, ugye az utókor, én aztán biztos nem személyesen közvetlenül nem ismertek ilyen, csak a hallomásokra alapozva biztos nem fogom eldönteni, hogy Vörös mikor mit gondolt komolyan, és ez a Sanyi Manós, ez a kisfiús, ez a soha, mint maga mondja, fölnőni nem tudó agy, mikor játszott és mikor nem. Karinti Ferenc remekül írja meg, hogy egyszer Déri Tibornak is neki eszébe jutott, hogy a nemzetközi irodalmi szintéren az lenne egy igazi ütőkártya, ha Vörös Sándor belépne a párba. És fölkeresték Vörös Sándort, és Déri különösen erős rábeszélő készséggel, akkor még ennek az ügynek elkötelezettjeként, állítólag, írja Karinti Ferenc, maga is elég szarkasztikusan, odáig jutottak, hogy Vörös feszülten figyelte a marxizmus alaptéziseinek az előadását, és rábólintott, csak azt kérte, hogy ő még erre egyet alszik, hogy méltó-e belépni a pártba. És másnap elmentek hozzá, és azt mondta akkor, majdnem szó szerint tudom idézni, Vörös úgy gondolta, hogy ő inkább egy nagyobb Himalája utazásra szállna el magát, és ő most egy lámaként szeretne reinkarnálni. Nem adták föl. Megint elmentek hozzá, Vörös megint figyelmet mutatott, és éreztett, hogy érett az idő folyamán erre a nagy küldetés, hogy belépjen a pártba. Következőben kiderült, hogy még nagyobb szabású figurális, testi és lelki átváltozás gondolata foglalkoztatja őt, és teljes mértékben alkalmatlan ő saját ítélete és kritikája szerint most, hogy így ezt vegye. De hát ugye ez Karinti, aki 21-es volt, hát időben közel volt, majdnem azt mondhatta volna, hogy a bátyám Vörös Sándor. De hát milyen jó? Jó. Érdekes, amit valamennyien, szintén vagy nagyon sokan olvashattak a termelési regénynek az a része, amikor Eszterházy Péter leírja, hogy összetalálkozik a Rózsadombon, emlékeztek rá a Vörössel, akiről azt hiszi, hogy hát ez egy ilyen lankadt kis emberke, aki járt ott a közértelt. És akkor Vörös elkezd száguldozni a pultok között, mindenkit félre söpör, és tévedhetetlen biztonsággal a Eszterházy akkortán 1 hetes első gyermekének leragad egy zacskó tarhonyát, hogy ez lesz az ideális ajándéka a gyermeknek. Na most, ez tulajdonképpen már az, amikor el akarja kerülni a katonasságot egy fiatal ember, és olyan hülyességet csinál, amit a katonaorvos vagy meggyőzi, hát ha ilyen fantáziában, akkor nem leszel katona, mert te tényleg hülye vagy. És Eszterházy ezt nagyon jól jön. Még megfejeli egyébként azzal, hogy Vörös Sándor előre szágul a sorban, leerőz mindenkit, aki a önkiszolgáló kisasszony pénztárgépénél előtte van, és még egyébként valami 2 tábla csokoládét, vagy nem tudom, micsodát, azért szó szerint nem tudom, oda nyom, de ez a gyereknek, csecsemőnek tarkonyán, ez egy olyan jó Vörös bemutatós. Tegyük hozzá, hogy a anekdotikus kitérőnél vagyunk Örsi István történetét, akinek vele egyszer beszélt a Vörös, és azt mondta, hogy
Minden héten olvasom az írásaidat az Élet és Irodalomban. Rettenetesen meghatódott a Őrsi, akinek egy örök fájdalma volt, hogy a magyar irodalom nagyjai nem ismerik őt el, és a magyar irodalmi kánonban nem találtatik a helye. És azt mondta, hát nagyon-nagyon örülök, hogy a mesternek tetszenek a dolgok. Nem tetszenek, olvasom! Egy-egy kérdést még talán teljes óránk lejárta után, vagy lejártakor föl lehet tenni. Az a kérdés, ami szinte mindig előkerül, és már Gábor utalt is rá, nevezetesen ez a gyerekvers probléma. Mert hogyha Vörös Sándorhoz utak nyílnak, akarva, akaratlan, és a természetéből következően is ennek a tehetségnek, ennek a zsenialitásnak, ami az ő osztályrésze volt, Vörös gyakorlatilag ma mindenki 3 és 7 éves kora között megismeri, és utána fokozatosan elfelejti, elveszti, vagy éppenséggel rá harap, rá kattan, közelébe jut. És irodalomtörténészek, mi hárman, és azt hiszem, te szó szerint is már valamiképpen megpróbáltuk fölemelni a szavunkat az ellen, hogy itt gyerekversek lennének. Hát ugye a Zimzizimnek 2 változata van, az egyik, amelyikből ki van véve a defloreálás szakasz, a másik, amelyikben benne van ez a szakasz, van egy gyerekváltozat, de még ha kivesszük, akkor is ott van az, hogy hát itt voltak éppen az ártatlanság elvesztéséről van szó. És a gyerekek ezt észre is veszik. Amikor az én most 11 éves fiammal egy antológiát mindig olvasgattunk, volt benne ez, az, jó, rossz, egy idő után egyszer azt mondja a gyerek, hogy tele vagyunk Zelt Zoltánnal. Csupa Zelt Zoltánnal. Nem voltak rosszak egyébként, de volt rosszabb is. És azt mondja, Jóska, nem lehetne ezt a Vöröst még újra? Mondom, miért akarod újra az Zimzizimet? Azt mondja, az olyan lányos. Most, hogy ezt honnan vette, nem tudom, mert hát végül is nem nincs szó benne, hogy a Bojtos Farkó oroszlán meg az Zimzizim között hímnő viszony lenne. Egy szóval, hogyan kell kezelni ezt a gyerekves kérdést? Vagy te hogyan kezeled, mint tanár, mint apa, mint irodalmár? Hát a defloreálás az nem probléma, mert hát a bujbújzöldák se szól. Ja, te akkor abban mi? Meg a helyi halászok, halászok mit fogott a hálótok, is ilyesmiről szól, amit észre is vesznek szintén a gyerekek. Tehát a népdal hagyományosan szintén kisgyerekek énekelnek, erről szólnak, mert ez elég érdekes. Nekem az nem volt semmi bajom nincsen, hogy ez gyerekköltészet is, hanem nagyon örülök neki, mert egy olyan viszonyt alakít ki a nyelvhez, ami egyszerűen csodás, és még csak hasonlót sem ismerek más nyelvekben. Egyrészt, másrészt pedig olyan kevés, olyan kulturális anyag van, amely egy közösségi képes formálni mindannyiunkat. És a Vörös versei azok ilyenek, van néhány vers, amelyet nagyjából minden magyar ajkú ember ismer. Ez jó dolog, ezt patriótaként azt mondom, hogy ezt nem volna szabad elvenni senkitől és a közösségtől sem. Csak ez kitakarja azt, hogy ezek a versek másként is nagyon érdekesek, és nem csupán ritmus kísérletként, egyébként ugye ezeknek a verseknek a többsége ritmus kísérletként születik, hanem hogy ez egy nagyon, nagyon komoly költői anyag is, és hogy így is érdemes lenne ezt megközelítenünk, erre nagyon kicsi a lehetőség, pont azért, mert akkor találkozunk ezekkel a szövegekkel, és az olvasók is akkor találkoznak, amikor mondjuk egy ilyen értelmi reflexiónak a lehetősége még nincsen meg. De hát erre én azt mondom, hogy hát igazából ez a költészet kibírja, mert annyira gazdag, hogy még mindig egy csomó felfedezni való marad benne, viszont a haszna meg óriási. Hát tegyük én is ehhez hozzá valamit, teljesen egyetértek azzal, tehát amit mostanáig mondtál, azzal minden szóval egyetértek a Vörös gyerek ügyében, és valóban tele vagyunk mindannyian, örökké alkalmazható egy Vörös gyerekvers költészetében lévő sorokkal, amelyek kiemelkedtek, vagy szokásmondássá váltak, ki nem szól csak bégetett, az kapott dicséretet, és így tovább. Ez egy nagyszerű, hihetetlen adomány a magyar gyerekeknek. És az is igaz, van egy verstantudós, aki
bebizonyította, hogy minden általa is, Szepes Erikának hívják, minden általa ismert versformában található vörös vers. Tehát ellentétben Pilinszkivel, aki ugye nagyon lényegében egyetlen, vagy igen, lényegében egyetlen, jambizált, minden verse jambizál. Hát az Rákák előtt úgy gondolod. Igen, persze. Igen, ott meg a másik rét. Igen, úgyhogy itt ez egy hihetetlen gazdagság. De, és most jön a de, ami semmiképpen nem veszi vissza azt, amit mondtál. Ez pedig az, hogy a gyermekvers úgy is mutatta a vörös útjának folytathatatlanságát, egyszerűségét és egyediségét. Éppen a gyerekversben, miután ez egy hihetetlen normálvá vált a magyar óvodákban és a magyar családokban, ezért rengetegen próbáltak utánozni, és abból a csilingelésből, ami ott lett, abból tényleg olyannyira elegünk volt, hogy a mi nemzedékünknek, talán a közönségben is emlékeznek erre, és te biztosan fogsz emlékezni, amikor egyszer megjelent a svéd gyermekverseknek a kötete, az egy hihetetlen felszabadulás volt, ahol egyszerű prózaversek voltak, és olyanokat lehetett benne olvasni, hogy a szülők össze akarnak két gyereket hozni egymással, mert hasonló korak. Mit szólna a papa és a mama, ha mi hoznánk össze őket, hozzájuk hasonló korú felnőttekkel? Ugye? Egy hihetetlen megváltás volt a vörösi, nem vörösé, hanem a vörös utánzó tömege gyerekversek bongásából és csilingeléséből kiszabadulva ilyen gyerekverseket olvasni és hallani. Köszönöm szépen, mind a kettőtökkel itt egyetértek. Legfeljebb annyit mondanék, hogy az emlegetett Parnasszus számban a svéd gyerekvers modellnek egy nagyon jó adaptálója, Kis Otto, Vörös Sándor versre adaptálja a svéd gyerekverset, tehát a vörös vers meg a svéd vers együtt szólalna meg, de ennek a felolvasására azt gondolom most már ne kerítsünk sok, hanem tisztelettel megköszönve Költészet Napi figyelmüket. A nem emlegetett Vörös Sándori dramaturgiára, a dráma költészetre egy mondat, egy idézet erejéig szeretnék utalni. Azért is, mert nagyon kedves mondatom a Szent György és a Sárkány címet viselő darabból az a mondat, hogy ha minden romhát építsünk romokból. Ez a mondat azt gondolom, hogy az egyik lehetséges vörös arc, erről nem igen beszéltünk, sőt, mi több, még az is kétséges, hogy építés szó mennyire kerülhet igazán kontextusba Vörös Sándor személyével, de ez a ha minden romhát építsünk romokból egy olyan lehetséges címermondat a sok száz lehetséges között, amelyet esetleg magunkkal vihetünk. Köszönjük a figyelmet, beszélgetéssel továbbiakban és módon, és rengeteg vörös kötet kapható itt az időben.